A stúdiójában tehát Rétvári Bence közigazgatási és igazságügyi államtitkár, jó estét kívánok! Kezdjük, szép estét kívánok! Egyenesen a parlamentből a szavazásról érkezett, miről döntöttek, legyünk most nagyon aktuálisak. Hát ugye, ami mindenkit érdekel, a választási eljárási törvénnyel kapcsolatban most a módosító indítványokról a szavazás zajlott, tehát még két fázis van hátra, az zárószavazás, az zárószavazás előtti módosító indítványokkal ez a kettő. Na menjünk bele azért ebbe egy picit részletesebben. Hozott magával egy újságcímlap, jól látom, amit szerintem már a nézők is jól ismernek a különböző adásokból, meg az internetről, ugye Mesterházi Attila. Ez az újság, az önök Mesterházi Attila interjút tudott adni Olaszországban, úgy látszik, ezt találták testvérszervezetnek, ez az 53 márciusi címlapja. Tisztelet a nagy Sztálinnak, ez van ráírva, és örök dicsőség annak a férfinak, aki a legtöbbet tette az emberiség szabadságért és a haladásért. Hát ez az újság volt az, amelyik szóba állt Mesterházi Attilával olaszországi útja során. Ők voltak, akik 56-ot egyébként októberben ellenforradalomnak minősítették, a forradalmárokat pedig olyasfajta embereknek, akiknek a Horthy rendszer iránti nosztalgiája van, és különböző fasisztoid elemek. Ugyanezt mondja most ugyanebben az újságban a mostani kormányról Mesterházi Attila, amit akkor ez az újság 56-ban a magyar forradalmárokról mondott. Igen, szóval valóban ezt említette, hogy fasizálódik Magyarország, illetve sürgette az Uniót, hogy mielőbb tegyen lépéseket a választási eljárásról szóló törvény azon belül és az előzetes regisztráció ellen, vagy ezzel kapcsolatban. Megvizsgálták egyébként, hogy kiállja az Európai Unió próbáját az új választási eljárásról szóló törvény említett passzus elsősorban? Mi az elején leszögeztük az egész választási eljárási vitának, hogy az Alkotmánybíróságtól normakontrollt fogunk kérni, hogy a magyar alkotmánynak a próbáját állja ki. Nem hiába nem amerikai lapoknak nyilatkoznak ilyen szempontból a különböző ellenzéki politikusok, hiszen Amerikában nem csak, hogy fel kell iratkozni, hanem a párt szimpátiát is kinyilvánítva a republikánus vagy demokrata feliratkozási listákra lehet jelentkezni az ottani választóknak, és talán úgy mozgósítják őket az adott pártok az utolsó hetekben. Tehát nyilvánvalóan ezt Amerikában mondanák el, nem tudnák mire vélni. Olaszországban lehet, hogy ezt meg tudják tenni, de hát ezt már sokszor elmondtuk, hogy ugyanolyan rendszer nincs, mint amit Magyarországon tervezünk, de hasonló, tehát regisztrációval kibővített Franciaországban és Angliában is. Milyen ezzel kapcsolatos módosító indítványok érkeztek ma? Hát akkor elsősorban az ellenzéken belül a szocialista képviselők részéről, és ebből hányat szavaztak meg? A szocialista képviselők úgy, ahogy van, elutasítják az egész törvényjavaslatot, ugye Gyurcsány Ferenc fel is szólított mindenkit, hogy ne is vegyenek részt ebben a vitában, amit végül a többi ellenzéki párt nem fogadott meg. Amikor az alkotmány bojkottjára szólította föl őket, akkor azt még megfogadták, sem LMP-sek, sem MSZP-sek nem jöttek. Ugyanakkor ez a vita azért tolódott ki egy héttel, és nem már múlt héten szavaztunk ezekről a módosítókról, mert azt kérték az ellenzéki pártok, hogy olyan sok módosító indítvány, hogy még egy héttel tovább vitatkozzunk róla, ezért múlt szerdára még egy egyébként házszabály szerint elő nem írt résztes vitanapot beiktattunk, és így egy héttel később az ellenzéki kérésnek megfelelően egy héttel később fejeztük csak be a résztes vitát. Az ma eldőlte a mai vita során, hogy a jegyző vagy a munkatársa házhoz megye, mert ez aztán itt újabb feladatokat meg kérdéseket vet föl, például lesz erre egyáltalán személyi kapacitás. Például ugye éppen ugye a 11. kerületben, aminek, ha jól tudom, 150 ezres a lélekszáma. Tehát fogják ezt majd bírni? Egyáltalán van erről döntés? A pillanatnyi állapot szerint, tehát a módosító indítványokat, hogy elfogadtuk, de még mondtam, hogy a két fázis hátra van, az a döntés, hogy a jegyző nem megy ki, csak azokhoz, akik mozgásukban korlátozottak, valamilyen úton, módon nem tudnak megjelenni jegyzőnél és feliratkozni. Ő számukra kimegy a jegyzőházhoz, tehát aki mozgáskorlátozott, mindenki más pedig vagy ügyfélkapun keresztül, tehát interneten, otthonról, vagy pedig besétálva, ugye egy 6 hónapos időtartam alatt a polgármester hivatalba tudja magát nyilvántartásba vetetni. Ugye egyesületek továbbra sem állíthatnak majd jelölteket az országgyűlési választásokon. Ez azt jelenti, hogy például a Bajnai Gordonféle egyesület, amelyhez ugye politikai pártok is csatlakozhatnak a jövőben is, nem indíthat országgyűlési képviselőket, tehát kifejezetten erre szabták? Vagy kifejezetten emiatt nem módosították? Egyáltalán nem Bajnai Gordonra szabtuk ezt a javaslatot, csak két dolgot hadd mondjak. Egyrésztről nyilván a politikában politikai pártok versenyeznek egymással, tehát nem bankok indulnak a választásokon, mint gazdasági társaságok, vagy nem sportegyesületek indulnak, hanem pártok, mert a politika az a terület, ahol pártoknak kell működni. Ez azt jelenti, hogy sokkal szigorúbb összeférhetetlenségi szabályok vannak, sokkal szigorúbb gazdálkodási szabályok vannak, pontosan azért, mert politikai tevékenységet folytat, nem mindegy, honnan fogad el adományokat, nem mindegy, hogy pontosan kampányidőszakban miként működik, ezért a pártokra szigorúbb szabályok vonatkoznak, és a pártok indulhatnak a választásokon. Ugyanakkor pártokkal szövetségben egyesületek nyilván
delegálhatnak jelöltet politikai alapon. Egy példát hadd mondjak. Tehát, hogy nekünk kereszténydemokraták... Zöld az út a Bajnai Féle Egyesület előtt? Hát nekünk kereszténydemokratáknak ugye a képviselőink akár 2002-ben, vagy előtte 1998-ban, mint MKDS, Magyar Keresztény Nemzeti Szövetség, egyesületi keretbe tömörültek, de a Fidesz-szel szövetségben jutottak be, vagy a Kisgazdapolgári Egyesületnek most a képviselői szintén egyesületként, de a Fidesz-szel együttműködve jutottak be a parlamentbe. Tehát ez egy politikai kérdés innentől kezdve, nem jogi kérdés. Ha valaki valakivel szövetséget köt, és van egy párt, amelyik az élére áll, akkor az egyesülettel működik együtt, vagy pártokkal működik együtt, vagy informális csoportokkal működik együtt, mindegyiket megteheti. Nem ezen fog múlni, hogy az ellenzék a következő választáson milyen eredményt ér el. Meg azon sem fog múlni, hogy hol hirdetheti magát, hol reklámozhatja magát a kampányidőszakban. Ugye ez is már egy újítás majd a választási eljárásról szóló törvényben, hogy már ami a sajtót illeti, a közmédiában, illetve az írott sajtóban lehet majd kampányanyagokat hirdetni, az interneten, illetve a kereskedelmi televíziókban meg nem. Miért? Ennek ugye az az alapja, hogy ne a nagy pártok nagy pénze dönts el a választásokat hosszú távon, hogyha Magyarországnak 20-30 évre nézzük a jövőjét, hanem esélyegyenlőség legyen a pártok között. A közmédiában ugye ugyanolyan eséllyel indulnak azok, akik országos listát tudnak állítani, tehát körülbelül 27 körzetben jelöltet tudnak állítani, onnantól kezdve akkor nekik van országos listájuk, és a közmédiában ugyanolyan feltételeken, mint a többi párt bemutatkozhatnak. De melyek ezek a feltételek? Hát mert nyilván, időkeret. Ezt, hogyha így látná az ellenzék, akkor nem lenne ebből is ekkora óriási vita, amit ők most állítanak, hogy ez kifejezetten megint csak a kormánypártokra, elsősorban a Fideszre van szabva. Higgyel nekem, ha ennek az ellenkezőjét terjesztettük volna be, arra is ugyanezt mondták volna az ellenzék. Hogy az ellenzéknek pártok. Az a dolga, hogy ellenkezzen, ezt én értem. De nem baj, ha gondolkozik is néha, és koherensen terjeszti a javaslatokat, hiszen itt is arról van szó, hogy minden párt lehet kisebb, nagyobb, ugyanakkora időtartamot kap a közmédiában, ugyanúgy jelenhet meg, mert nyilvánvalóan a kereskedelmi tévékben azok a pártoknak több pénze van, tők erősebbek, sokkal több hirdetést tudnak adni. Ott egy 5 millió forintból és egy 50 millió forintból gazdálkodó párt között 10-szeres különbség van. Itt ezen most elfogadott javaslat szerint akár 5 millióra, akár 50 milliója van, ugyanúgy jelenik meg a tévében. Az is eldőlt, hogy polgármester vagy országgyűlési képviselő, régen beszéltünk már erről a témáról. Erről mikor döntenek? Hát szóval, hogy polgármester indulhat-e országgyűlési képviselőként? Hát van ilyen, jó néhány. Indulhat, csak utána le kell mondjon utána a polgármesterségéről, tehát egyszer a két funkciót nem töltetében. Hát mondjuk ezt a döntést jó előtte, tehát mi az előtte indulás meghozni, előtt meghozni. Így meghozni, de erről valóban döntés született, összeférhetetlen a polgármesteri tisztség és a képviselői, de ugyanúgy összeférhetetlen ez 2014-től a kormányhivatal vezető vagy a járási kormányhivatal vezetője, ezek mind-mind szétválasztott tisztségek lesznek mostantól. No, hogyha már itt tartunk a járási hivataloknál, hogy áll ezek kialakítása? Tehát 2013. január 1-től el tudnak indulni, vagy ha nem, akkor hol még milyen feladat van? Mindenhol minden tiszta? Szerintem egy egészen biztató jel volt a magyar közigazgatás állapotával kapcsolatban az, hogy a határidőre ugye 2750 önkormányzatnak kellett megállapodni a kormányhivatalokkal arról, hogy a 10 000 embernek, akik átkerülnek az önkormányzatoktól a járásokhoz, és ott végzik el az állami igazgatási feladatokat, pontosan mely személyek kerülnek, tehát milyen kvóták, hány státusz, melyik irodák, melyik felszerelések mindehez, és mindenről három kivételével 2750 önkormányzattal sikerült megállapodni. Melyiket három? Hát van két kisebb település, amelyik az egyiken nincsen vezető, egyetlen egy van, amelyik jelentősebb a Szeged, de hát ott nyilván Botka polgármesternek ez egy politikai akció, lehet, hogy az MSZP-n belüli helyezkedés szempontjából ez fontos számára, hogy ebben is ellentmondjon a kormánypártoknak. De mi az, amiben például Botka képviselő úrral vagy polgármester úrral nem tudnak megállapodni? Szerintem ezt politikai alapon tette meg, hogy felmutassa pártársainak, hogy nem tudott megállapodni abban, hogy azok az ingatlanok, amelyek átkerülnek egyik állami zsebből a másikba, az önkormányzati zsebből a központi kormányzat zsebébe. Akkor most az egészségügyi, illetve az oktatás államosítása. A Bibi, ha jól értem? Hát ő kéri ezeknek az ingatlanoknak valamiféle ellenértékét, de hát nagyon sok MSZP-s polgármester van még rajta kívül, aki mind megállapodott a kormánnyal, független polgármesterek, más ellenzéki polgármesterek mind meg tudtak állapodni a kormányhivatallal, tehát nem ő az egyetlen MSZP-s polgármester az országban, a többiek meg tudtak állapodni, mert a település érdekét nézték, ő nem tudott megállapodni, mert úgy látszik politikai érdekeket nézett.
Ön korábban úgy fogalmazott éppen nekünk, hogy ebben a kérdésben 90%-os a boldogság, de korábban olyan adatot is lehetett olvasni, hogy 85%-os a boldogság, meg 99. A lényeg az, hogy január 1-ig lesz a 100%-os boldogság, nyilván így tud majd a rendszer elindulni. Hát a boldogság az egy emóció, de a működő képesség, ami már közigazgatásilag értékelhetőbb, az úgy látszik, hogy 100%-os lesz, hiszen két szóval hónappal... Szóval megegyeznek Botkával, vagy sem? 15-ig meg lesz az ilyesfajta, hát ez nem megállapodás, hanem a kormány által a vezetője pótolhatja a megállapodást, és ő maga szabja meg a feltételeket, amiket persze bíróságon meg lehet utána támadni, mint minden más ilyen jogállami határozatot. Tehát 100%-os lesz a felkészültség, hiszen kevés olyan közigazgatási döntésre hallottak szerintem a nézők is az elmúlt 20 évben, hogy két hónappal előtte már pontosan megvan, hogy hányan fognak az új hivatalban dolgozni, melyik szobákban fognak dolgozni, pontosan mi lesz a feladatkörük. Ugye az oktatásügy kapcsán szintén a járásokra vonatkozó tankerületi vezetők már szintén meg is kapták a kinevező okiratukat, még 5-6 személy van, aki a következő napokban fogja megkapni, tehát két hónappal vagyunk előtte a határidőnek, és már a kérdéseknek az elsőprő többsége tisztázott. Mi a helyzet az új polgári törvénykönyvvel? Úgy tudom, hogy ahhoz is javaslatokat nyújtott be a KDNP is, melyek ezek? A Keresztényi Néppártnak a frakció elsősorban a házassággal, családdal kapcsolatban nyújtott be javaslatokat. Ezek közül a két legfontosabb talán az, hogy az egyneműeknek az együttélési kapcsolatát azt ne a polgári törvénykönyvnek a családról szóló részében tisztázza jogalkotó, hanem van erről egy külön törvény. 2009-ben fogadta el akkor az akkori szocialista többségű parlament, és pontosan azért fogadta el, mert előtte az Alkotmánybíróság hozott egy olyan döntést, hogy az egynemű együttélésre és a különnemű együttélésre vonatkozó szabályokat jól elkülönülten kell a jogalkotónak meghozni. Éppen ezért megsemmisítette azt, amikor egy törvényben volt, és ezért jött egy külön törvény 2009-ben. Mi úgy gondoljuk, hogy ezt az alkotmányos állapotot kell fenntartani. Magyarul nem a polgári törvénykönyvben kell mindkettőre utalni, hanem van egy külön törvény 2009-ből, és van a polgári törvénykönyvnek a házasságra, családra vonatkozó rendelkezése. És mi a helyzet a bejegyzett élettársi kapcsolatra vonatkozó passzusokkal? Ezekben lesz-e változás? Ugye volt egy kis keverkavar éppen az ön egyik nyilatkozata kapcsán ebből a sajtóban. Hogy van ez? Ugye a bejegyzett élettársak az egynemű élettársak a jogi terminológia szerint, ebben változás nem lesz, hiszen az a 2009-es törvény vonatkozik továbbra is rájuk. A másik a különnemű élettársak, akiket csak simán élettársaknak nevezhetünk. Itt mi úgy gondoljuk, hogy ők direkt azért akarnak élettársi kapcsolatban érni, mert a nem házasságot választják, nem akarják, hogy az állam papírt adjon erről, az állam szabályozza a vagyoni viszonyaikat, míg a mostani szakértői bizottság által benyújtott polgári törvénykönyv javaslat pont azt tartalmazza, hogy miként kapnak lakáshasználatot, miként tarthat igény tartásra a másik fél, hogyha különválik a kapcsolatuk. Mi pedig azt mondjuk, hogy ez teljesen a privát autonómia része. Ha valaki szabályozott kapcsolatban akar élni, akkor kössön házasságot, ha pedig nem szabályozottban, akkor éljen élettársi kapcsolatban. Éppen ezért ennek igazából a kötelmi jogban van a helye, hiszen egymás között létrehozhatnak bármilyen megállapodást, ez teljesen az ő autonómiájuk, szabadon döntik el, de az állam ne szabályozon semmit az élettársi kapcsolatban, csak a két fél. Ez a két legfontosabb keresztény nemű javaslat. Ekkor, vagy erről mikor szavaznak? Hát a polgári törvénykönyvnek a vitája már jó pár hét óta halasztódik a parlamentben, de körülbelül másfél hét múlva zárul le a résztes vita, vagy pontosan az általános vita, utána jön a résztes vita szakasz, tehát erről december közepén várható csak a szavazás. Államtitkár úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm.